Társas játéktáblákat ülnek körbe a csapatok a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában szerdán. Középiskolások ők, akik logisztikusoknak készülnek. Ennek a szakmának akkor is volt jelene és jövője, amikor Covid volt és megállt a világ, mert szállítmányozni akkor is kellett. És a logisztika az benne van a mindennapjainkban. Ahogy mondani szoktuk, a leggyakorlottabb logisztikusok a családanyák, mert nekik kell ugye mindent létrehozni, nekik kell eljuttatni a gyereket A-ból B-be, nekik kell megoldani, hogy minden bevásárlás megtörténjen. Tehát a logisztika átadja mindennapjainkat. Ezért a magyarországi cégek logisztikai vezetőinek szövetsége találta ki ezt a vetélkedőt. Céljuk, hogy már középiskolás korban kiválasszák azokat, akikből jó szakemberek lehetnek. A kezdeményezés mellé állt a helyi iparkamara is. Nagyon fontos a pályaorientációs értéke az ilyen rendezvényeknek. Az, hogy bemutassuk a fiataloknak, hogy milyen olyan szakmák vannak, amelyekkel, hogyha kitanulják, el tudnak helyezkedni és meg tudják állni a munkaerőpiacon a helyüket. Nagyon fontos, hogy munkaerőpiaci információkat is közvetítsünk a diákok felé, hogy egyáltalán milyen cégek vannak adott szakmák képviselői között, milyen olyan informatikai és egyéb rendszerek vannak, amelyek támogatnak egy-egy szakmát, és egyáltalán egy-egy szakma hogyan működik, ilyen vetélkedőkön keresztül be lehet mutatni a fiataloknak. Az országos vetélkedőt régiónként szervezik meg. Így Pécsett, Somogy és Tolna megyei csapatok is részt vettek a baranyaiakon kívül. A legjobb logisztikus tanulók majd novemberben mérhetik össze tudásukat a döntőben. A nyertes és a dobogós helyezettek pénzjutalomban részesülnek.